egy 21 hónapos programon dolgozunk éppen, Szikra Önkéntes Centrum megvalósítása céljából itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe igyekszünk népszerűsíteni az önkéntességet, és ennek egyik akciójaként vagyunk most itt Felső-Zsolcán, hiszen 2012-ben is ugyanúgy fontos feladatunk az, hogy az önkéntességet igyekezzünk megismertetni az emberekkel, és mind többeket bevonni ebbe a nagyszerű tevékenységbe, mint ahogy ezt már 2011-ben országszerte elindították az önkéntes centrumok. Nagyon örülünk, hogy ezt a lehetőséget megadták nekünk a Civil Szikra Alapítványtól, úgyhogy én gondolom, hogy az iskola nagyon örül neki. Én azt is remélem, hogy lesz folytatása, mert bizony van itt sok más, ahogy a feladatot megkaptuk, ahogy fölmértem a dolgokat, itt Felső-Zsolcán bizony van még feladat. Számunkra azért fontos, mert nagy segítséget jelent ennek a tanteremnek a felújításában, illetve nagyon ritkán lehet megtapasztalni egy ilyenfajta összefogást egy intézményben, ami példaérték a gyerekeknek is. Tehát a gyerekek is természetesen látják a sürgésforgást, látják azt, hogy az Együtt Felső-Zsolcáért Egyesület vezetésével egy összefogás jött létre ezen a településen, ahol a nyugdíjas klub tagjaival együtt közösen tesznek egy intézményért. Itt mindenki önkéntes munkát vállal, tehát tulajdonképpen az Együtt Felső-Zsolcá Egyesület tagjai, akik egyébként is szabadidőt nem kimérve, meg sokszor a saját pénzüket nem kimérve tesznek Felső-Zsolcán érdekébe, most jelenleg az iskolának, és ugyanígy a nyugdíjasok is. Szép számmal megszólítottuk őket, azonnal jöttek. Az Együtt Felső-Zsolcáért Egyesülettel már évek óta nagyon jó együttműködésünk van. A tevékenységüket folyamatosan nyomon követjük, figyeljük egyébként, és nagyon aktív közösségi élet zajlik itt Felső-Zsolcán, másrészt az Egyesület folyamatosan olyan jellegű tevékenységet valósít meg, amit úgy gondoltuk mi is, hogy fontos lenne támogatni. Ezért is kértük az Egyesület elnökét arra, hogy kapcsolódjon be a szervezet a mi programunkba is, és itt helyben legyenek partnereink egy önkéntes akciónak a lebonyolításában. Az, hogy iskolára esett a választás, az már a helyi szervezetnek volt az előkészítő tevékenysége, hiszen rájuk volt bízva az, hogy keressék meg azt a területet itt Felső-Zsolcán, ahol február hónapban fogadókészek egy önkéntes program lebonyolítására, és ahol ők is szükségét látják a segítségnek. Ezt a Civil Szikrán keresztül a Széchenyi terv keretén belül már a pénzt megkaptuk egy részét, megvásároltuk az anyagot, úgyhogy ez az anyag már itt van, készen van, tehát biztos, hogy kész lesz. Ma, amikor az emberek többsége a saját problémáiban elfoglalva, nagyon tiszteletre méltó, hogy egy intézményért szabad idejükben az emberek hajlandóak tenni. Hiszen ez a munka első lépcsője. A tanterem felújítása után biztos vagyok benne, hogy ugyanezek az emberek el fognak jönni, részt fognak venni a tanterem megtisztításában, illetve a visszapakolásában. Tehát ez a munka első lépcsőfok, aminek lesz folytatása is.